A vaják, második fejezet. Velerád, Dizima várnagya elgondolkozva megvakarta szakállát. Nem volt ő se babonás, se ijedős, de nem örült a gondolatnak, hogy kettesben kell maradnia a fehér hajóval. Végül döntött. Kifelé, parancsolt az őrökre. Te meg ülj le! Ne ide! Oda távolabb, ha megengeded. Az ismeretlen leült. Nem volt már nála sem a kardja, sem fekete köpönyege. Hallgatlak, szólt Velerád az asztalon heverő nehéz buzogánnyal játszva. Velerád vagyok, Dizima várnagya. Mi mondani valód van, Haramia uram, mielőtt tömlötbe vettetlek? Három halott, ráadásul szemmervelés kísérlete. Nem rossz, egyáltalán nem rossz. Az ilyesmiért itt nálunk Dizimában karóba húznak. De mivel én igazságos férfiú vagyok, előbb meghallgatlak. Beszélj hát! A rív meglazította zekéjét, majd előhúzott egy fehér kecskebőr tekercset. Ezt szegezték ki a keresztutakon és a kocsmákban, mondta halkan. Igaz, ami itt áll? Aha, morogta Velerád a bőrre rajzolt rúnákra pillantva. Tehát ez a helyzet. Hogy nem jöttem rá azon nyomban? Úgy van, igaz, a lehető legigazabb. Úgy van aláírva Foltest király, Temeria, Pontár és Mehekem ura. Vagyis igaz? Na de a felhívás az egy dolog. A törvény meg egy másik. Én itt Dizimában a törvényt és a rendet őrzöm. Nem engedem, hogy embereket gyilkoljanak. Megértetted? A rív bólintott, jelezve, hogy megértettem. Velerád bosszúsan sóhajtott. Nálad van a vajákok jele? Az ismeretlen újra zekéjébe nyúlt, és előhúzott egy ezüstláncon függő, kerek medált, ami egy vicsorgó fogú farkas fejet ábrázolt. Van valami neved? Akármit mondhatsz, nem kíváncsiságból kérdem, csak mert úgy könnyebb beszélgetni. Geráltnak hívnak. Lehet Gerált is, Riviából. Ha nem csal a fülem. Riviából. Igen, tudod mit, Gerált? Ezt, csapott Velerád tenyerével a felhívásra, vert ki a fejedből. Komoly az ügy, már sokan megpróbálták. Ez, barátom, nem ugyanaz, mint kardélre hányni pár akasztófa virágot. Tudom, ez a szakmám, várnagy uram. Azt írja, 3000 orán a jutalom. 3000? Velerád lebigyeztette az ajkát. Meg a királylány feleségnek, ahogy az emberek beszélik. Bár ezt a kegyelmes Foltest nem tette hozzá. Nem érdekel a királylány, mondta nyugodtan Gerált. Kezét a térdén pihentetve, mozdulatlanul ült. Azt írja, 3000. Micsoda idők, sóhajtotta várnagy. Micsoda szörnyű idők. 20 évvel ezelőtt még részegen se hitte volna senki, hogy ilyen szakmák lesznek. Vajákok, vándor, baziliszkusz írtók, házaló, sárkány és vízbefoltölők. Gerált, szabad a te céhedben sört inni? Persze. Velerád a markába csapott. Sört! Kiáltotta. Te meg, Gerált, ülj közelebb! Mit bánom én? A sör hideg volt és habos. Szörnyű idők járnak, mondta magában Velerád, és meghúzta a korsót. Elszaporodott mindenféle mocsadék. Mehekemben a hegyekben csak úgy nyüzsögnek a hódfajzatok. Régen legfeljebb farkasok üvöltöttek az erdőkben. Most meg mindenféle lidércek meg vargányok, és ha elhajítasz egy követ, biztos egy vérfarkas vagy valami más nyavaját találsz el. A falvakból manapság százával ragadják el a gyerekeket, a ruszalkák és a ríkatók. Olyan betegségek vannak, amilyenekről régebben soha senki nem hallott. Az ember haja égnek áll. Na, és már csak ez hiányzott. Félrelökte az asztalon fekvő bőrtekercset. Nem csoda, Gerált, hogy ekkora a kereslet a szolgálataitok iránt. Ez királyi felhívás, várnagy uram. Emelte fel a fejét Gerált. Ismered a részleteket?
Velenát hátradőlt a székében és összekulcsolta a kezét a hasán. A részleteket, azt mondod? Hát, ismerem. Nem amúgy első kézből, de biztos forrásból. Épp erre gondoltam. Csökönyös vagy, de ha gondolod, figyelj! Velerát belekortyolt a sörbe, majd halkabban folytatta. A mi kegyelmes foltesztünk már királyfi korában az apja, a vén Medella uralkodása idején megmutatta, mire képes, és bizony, sok mindenre képes volt. Arra számítottunk, hogy idővel kinövi. De röviddel a megkoronázása után, rögtön az apja halálát követően, Foltest még önmagán is túltett. De úgy, hogy mindannyiunknak leesett az álla. Röviden szólva, gyereket csinált Addának, az édes húgának. Adda fiatalabb volt nála, mindig összetartottak. De senki sem sejtett semmit. Talán csak a királynő. Röviden, nézzünk, aztán ott van Adda, ilyen hasasan. Foltest meg elkezd esküvőről beszélni. A húgával, Gerált, érted? Pokolian feszült volt a helyzet, mert a novigrádi Vizimir elhatározta, hogy Foltesthez adja az ő dálkáját, követséget küldött, mi meg kezét lábát le kellett fognunk a királynak, hogy ne rohanjon a követeket szidalmazni. Sikerült, és jó, hogy így történt, mert a sértett Vizimir kiontotta volna a beleinket. Később sikerült lebeszélni a kölyköt a gyors esküvőről, ami nem ment volna Adda segítsége nélkül, aki képes volt hatni a testvérkéjére. Na, aztán Adda megszült az elrendelt időben, na de hogy? És most figyelj, mert itt kezdődik. Nem sokan látták azt, ami született, de az egyik bába kiugrott a torony ablakából és szörnyet halt, a másiknak pedig megzavarodott az elméje és a mai napig háborodott. Következésképp azt gondolom, hogy ő fattyúsága nem volt kifejezetten csinoska. Kislány volt. Egyébként azonnal meghalt, úgy tűnik, senki sem sietett túlságosan elköpni a köldök zsinort. Adda a legnagyobb szerencséjére nem élte túl a szülést. És ekkor, barátom, Foltest ismét bolondot csinált magából. A fattyút el kellett volna égetni, vagy mit tudom én, elföldelni valahol a pusztaságban, nem pedig szarkofágba temetni a kastély alaksorában. Most már túl késő ezt megvitatni, emelte fel Gerált a fejét. Minden esetre hívni kellett volna valakit a beavatottak közül. Azokról a csillagos kalapos szélhámosokról beszélsz. Hogy is ne, 5 vagy 10, de csak később, amikor kiderült, mi is van abban a szarkofágban, és hogy mi mászik elő belőle éjszakánként. Mert nem kezdett ám azonnal kimászni. Ó, nem. A temetés után 7 évig csend volt. Aztán egy éjszaka, teli holdkor. Kiabálás, sikoltozás, felfordulás az udvarban. Minek beszélek ennyit, tudod miről van szó, te is olvastad a felhívást. A csecsemő felcseperedett a koporsóban. Nem is kicsit. És láthatóan megnőttek a fogai is. Egy szóval, striga. Kár, hogy nem láttad a tetemeket, mint én. Valószínűleg jó messzire elkerülted volna Vizimát. Gerált hallgatott. Akkor, folytatta Velerád, ahogy mondtam, Foltest egész sereg varázslót csődített ide. Mindegyik próbálta a másikat túlkiabálni. Még csak nem verték össze egymást azokkal a dorongjaikkal. Biztos azért hordják magukkal, hogyha rájuk uszítja valaki a kutyáját, el tudják kergetni. És tudod, szerintem rendszeresen rájuk eresztik őket. Bocsánatodat kérem, Gerált, ha más véleménnyel lennél a varázslókról. A te szakmádban biztos máshogy vagytok vele, de számomra csak ingyen élő tökfilkók. Ti vajákok, nagyobb bizalmat keltetek az emberekben. Legalább, hogy is mondjam, egyenesek vagytok. Gerált elmosolyodott, de nem fűzött hozzá semmit. No, de térjünk a tárgyra! A várnagy belenézett a korsóba, aztán töltött még sört a Reeve-nek és magának. A varázslók némely ötlete egész okosnak tűnt. Az egyik azt javasolta, égessük el a strigát a kastéllyal és a szarkofággal együtt,
Egy másik azt tanácsolta, szabadítsuk meg a fejétől egy ásóval. A többi meg annak volt a híve, hogy verjünk nyárfakarókat mindenféle testrészeibe, természetesen nappal, amikor az ördög fajzat az éjszakai mulatozástól fáradtan a koporsóban alszik. Sajnos akadt egy idióta, púpos remete kopasz fején csúcsos süveggel, aki kitalálta, hogy ez átok, amit fel lehet oldani, és hogy a striga akkor újra Foltest lánykája lesz, szépséges, mint egy festmény. Egyszerűen csak ott kell üldögélni a kriptában egész éjszaka, és súgy, vége is a gondnak. Ezután, gondolj bele, Geralt, micsoda esze ment, bevonult éjszakára az udvarházba. Ahogy az könnyen sejthető, nem túl sok maradt belőle, talán csak a sapka meg a bot. De az ötlete kullancsként fészkelte be magát Foltest gondolataiba. Megtiltotta, hogy a strigát bármiképpen megpróbálják elpusztítani, és az ország minden eldugott szegletéből Vizimába hívta a sarlatánokat, hogy a strigát királylánnyá változtassák. Az volt csak a díszes társaság, mindenféle őrült nőszemély, meg sánta, retkes, tetves alakok barátom, rossz volt rájuk nézni. Még ha varázsoltak is, legfeljebb a tál meg a korsó fölött. Persze némelyiket hamar leleplezte Foltest, vagy a tanács, párat fel is húztak a palánkra, de keveset, túl keveset. Én mindet felakasztottam volna. Azt, hogy a striga fittyet hányt a szélhámosokra és a varázslataikra, és továbbra is időről időre felfalt valakit, gondolom, mondanom sem kell. Ahogy azt se, hogy Foltest már nem lakik a kastélyban. Már senki sem lakik ott. Velerát pihenőt tartott és meghúzta a sörét. A vaják hallgatott. És ez így megy, Geralt, 6 éve, mert vagy úgy 14 éve született. Volt időközben más bajunk is, megharcoltunk a novigradi Vizimirrel, de tisztes, érthető okokból, mert a határcövekek arrítolásáról volt szó, nem holmi lányokról meg atyafiságról. Mellesleg Foltest mostanában kezd házasságról sugdolózni, és meg is nézi a szomszédos udvarokból küldött harcképeket, amiket korábban hajlamos volt az árnyékszékbe hajítani. Na, de időről időre újra megszállja ez a rögeszme, és szétküldi a lovasokat, hogy új varázslókat keressenek. Aztán meg jutalmat is ígért, 3000 orrent, amire rögtön ide csődült néhány agyament meg kóbor lovag, még egy pásztorlegény is. Mindenki ismerte a környéken azt a kretént, nyugodjék békében. A striga meg jól van, épp csak annyi, hogy időnként felfal valakit. Hozzá lehet szokni. A hősökből meg, akik vissza akarják varázsolni, legalább annyi hasznunk van, hogy a beste még ott helyben telezabálja magát, és nem kóborol az udvarházon kívülre. Foltestnek pedig új kastélya van. Egész szemrevaló. 6 éven keresztül, nézett fel Geralt. 6 éven keresztül senki nem tudta elintézni. De nem ám, Velerád éles tekintettel a vajákra nézett. Mert úgy tűnik, ezt az ügyet nem lehet elintézni, és ideje lenne ebbe belenyugodni. Foltestről beszélek, ami kegyelmes és szeretett úrunkról, aki még mindig kiszögezteti ezt a felhívást a keresztutakon. Csak mintha kevesebb vállalkozó akadna. Bár igaz, hogy nemrég volt egy, de okvetlenül előre kérte a 3000-et. Zsákba tettük és a tóba hajítottuk. Szélhámosokból sosincs hiány. Nem, nincs, sőt, egész sok akad, helyeselt a várnagy, le sem véve a szemét a vajákról. Úgyhogy ha elmész a kastélyba, ne kérj aranyat előre, ha egyáltalán elmész. Elmegyek. Jól van, a te dolgod, csak ne feledd a tanácsomat. De ha már a jutalomról van szó, újabban beszélnek a másik részéről is, amit már említettem. A királylány feleségnek. Nem tudom, kinek jutott az eszébe, de ha a striga úgy néz ki, ahogy beszélik, akkor ez egy kivételesen gonosz tréfa. Ettől még voltak olyan tökfilkók, akik vágtatva rohantak a kastélyba, amint hírekelt, hogy bekerülhetnek a királyi családba. Egész pontosan 2 cipészlegény. Miért ilyen hülyék a cipészek, Geralt?
Nem tudom. És vajákok, várnagy uram, próbálkozott valaki. Voltak néhányan, de még mennyire? Ahogy meghallották, hogy a Stigát vissza kell változtatni, nem pedig megölni, többnyire megvonták a vállukat és továbbálltak. Éppen ezért tisztelem egyre jobban a vajákokat, Gerált. Na, és aztán jött egy, fiatalabb volt nála, de nevére nem emlékszem, ha egyáltalán megmondta, az megpróbálta. Na is. Az agyaras királylány szép nagy darabon terítette szét a beleit, úgy fél így lövésnyire. Gerált a fejét csóválta. Ez minden. Volt még egy. Velered egy pillanatra elhallgatott. A vaják nem sürgette. Igen, mondta végül a várnagy. Volt még egy. Először, amikor Foltest akasztófával fenyegette, ha megöli vagy megnyomorítja a Stigát, csak felnevetett és csomagolni kezdett. Na de később? Velered beszéde újra elhalkult, már-már suttogott, áthajolva az asztalon. Később elvállalta a feladatot. Tudod, Gerált, van itt Vizimában pár eszes ember. Néhányan, magasabb poszton is, akiket ez az egész ügy untat. Az a pletyka járja, hogy ezek az emberek titokban meggyőzték a vajákot, hogy ne teketóriázzon meg szórakozzon bármiféle boszorkánysággal, hanem verje agyon a Stigát, a királynak meg mondja azt, hogy a varázslat nem hatott. Hogy a lányka leesett a lépcsőről, szóval, na, hogy munkabaleset történt. A király meg majd nyilván dübegurul, és azzal ér véget az egész, egyetlen orrend sem fizet jutalmul. A vaják persze úgy okoskodott, hogy ingyért menjünk magunk a Striga után. Na, hát mit lehetett tenni? Összeadtuk, alkudoztunk, csak aztán a végén nem lett az egészből sem. Gerált felvonta a szemöldökét. Mondom, semmi, bizonygatta Velrán. A vaják nem akart rögtön első éjszaka bemenni. Ott járkált a környéken, leselkedett, sündörgött, azt mesélik végül meglátta a Stigát és valószínűleg éppen akcióban, mert a beste nem kimondottan azért jön elő a kriptából, hogy kinyújtóztassa a lábait. Szóval meglátta és még akkor éjjel elpucolt. El sem búcsúzott. Gerált könnyedén elfintorodott, ami vélhetően mosolyt akart jelenteni. Az eszes embereknek, kezdte. Bizonyára megvan még a pénze. A vajákok nem kérik el előre. Úgy hát, mondta Velrád, bizonyára megvan. A pletyka nem szól arról, mekkora az összeg. Velrád kibicsorította a fogait. Egyesek azt mondják, 800. Gerált csóválta a fejét. Mások, motyogta a várnagy, ezerről beszélnek. Nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy a pletyka mindent felnagyít. Végtére is a király 3000-et ad. Ne feledkezz meg a mennyasszonyról, gúnyolódott Velerád. Miről beszélünk? Nyilvánvaló, hogy nem kapod meg azt a 3000-et. És miért is lenne nyilvánvaló? Velerád tenyerével az asztallapra csapott. Gerált, ne rontsd el a vajákokról bennem élő képet. Mindez már több mint 6 éve tart. A Striga évente majd 500 emberrel végez, bár újabban kevesebbel, mert mindenki távol tartja magát a kastélytól. Nem, barátom, én hiszek a varázslatokban, láttam is már nem egyet. És hiszek, persze csak bizonyos mértékig, a mágusok és vajákok képességeiben. De ez a visszaváltoztatás marhasság, amit egy púpos, taknyos vénember talált ki, akinek az agyára ment a remete élet, egy marhasság, amiben senki sem hisz, Foltestet leszámítva. Nem, Gerált. Add a Strigát szült, mert a saját bátyjával hát ez az igazság, és ezen semmilyen varázslat nem segíthet. A Striga embert zabál, mert Striga, és meg kell ölni, simán és egyszerűen. Figyelj! 2 évvel ezelőtt Mehekem valami világvégi segjukában, ahol egy sárkány felzabálta a juhokat, a parasztok oda mentek csapatosan, lőcsökkel agyonverték, és még csak nem is érezték különösebb szükségét, hogy dicsekedjenek ezzel. Mi meg itt Vizimában várjuk a csodát, és minden teliholdkor bereteszeljük az ajtókat,
vagy bűnözőket kötözünk az udvarház előtti cölöpökhöz, azt remélve, hogy a beste telezabálja magát és visszamászik a koporsóba. Nem is rossz módszer. Mosődött el a vaják. Csökkent a bűnözés. Cseppet sem? A kastélyba. Már az újba. Hogy jutok el? Magam vezetlek oda. És ami az eszes emberek javaslatát illeti, vár nagy uram, szólt Gerált. Minek sietnénk? Elvégre a szándékaimtól függetlenül valóban történhetnek balesetek a munkám során. Az eszes emberek majd rájönnek akkor gondolkodni, hogyan mentsenek meg a király haragjától, meg összeszedni azt az 1500 orrent, amiről a szóbeszéd járja. Ez erről szól az? Nem, vele rád uram, szólt határozottan a vaják. Akinek ezret adtatok, már a stiga látványától megfutamodott. Még csak nem is bocsátkozott alkuba. Ez azt jelenti, hogy a kockázat nagyobb 1000 orrennél. Az van csak később derül ki, nem nagyobb 1500-nál. Természetesen ez esetben én búcsúzom. Vele rád a fejét vakarta. Gerált 1200? Nem, bármilyen, ez nem könnyű feladat. A király hármat ad, és meg kell mondja visszaváltoztatni néha könnyebb, mint ölni. Végül is valamelyik elődöm csak megölte volna a stigát, ha annyira könnyű lenne. Gondoljátok, hogy csak azért hagyták, hogy felfalja őket, mert féltek a királytól. Jól van, barátom, Belerát búsan ingatta a fejét. Áll az alkú. De a király előtt egy szót se arról, hogy munka közben történhet baleset. Ezt melegen ajánlom.